Szeptember 1-je óta ugyan már szervez programokat, de irodáját csak most nyitotta meg az egészségfejlesztési iroda. Itt ezentúl különféle tornák, táplálkozási tanácsadások és mentálhigiénés foglalkozások várják a székesfehérváriakat. Baba-mama klub, jóga, lelassulás a rohanó hétköznapokon tréning is lesz hamarosan az egészségfejlesztési irodában. A Jancsár utca 1 alatt működő intézménybe várják azokat, akik fizikai egészségük mellett mentális állapotukat is karban tartanák. A programok már csütörtöktől elkezdődnek. Lesznek csoportos programok, ezek kismama relaxáció, meseterápia várandósoknak, lesz egyéni, mostantól lehet jelentkezni egyéni mentálhigiénés tanácsadásra, mindfulness csoportot indítunk, tehát elsősorban itt a lelki egészség programok indulnak be, illetve a jóga, és aztán folyamatosan bővítjük még itt is a kínálatot. Most az első körben hat alkalmas programokat csinálunk, és ahogy egy hat alkalmas lefut, úgy indítjuk a következőt. Mik azok a mozgásos programok, amik már most futnak? A jelenleg is fut az István Király Általános Iskolában a női alakformáló tornánk. Csatlakoztunk a szívérrendszeri klubnak a szívérrendszeri rehabilitációs tornájához. Ott is támogatjuk a tornát, és ott is van egy csoport, ami általunk működik. Most fut ki a Nordic Walking csoportunk az Öreghegyen, és akkor utána folytatjuk. Várhatóan a Nordic Walkingot tavasszal, illetve tervezünk egy olyan programot tavasztól, hogy a városban található fitnessparkokba biztosítunk edzőt, biztosítunk lehetőséget arra, hogy ezt mindenki kipróbálhassa életkortól, nemtől függetlenül. Ezen kívül milyen ötletek vannak még? Hát számos ötletünk van. Elsősorban a vállalt feladataink, tehát elkészült egy programterv, amikor a pályázatot beadtuk, és ahhoz kell tartanunk magunkat. Munkahelyi programokat is tervezünk, munkahelyi mozgásprogramot tervezünk, illetve egészségmegőrző programot tervezünk a munkahelyeken. Iskolai programokban újraélesztési programot, alkohol- és dohányzás prevenciós programokat, illetve ott is önismereti csoportot, tehát amivel a mondjuk a 10-18 éves korosztályt meg lehet célozni, azokra a programokra készülünk elsősorban, illetve tovább folytatjuk, lesz önismereti csoportunk, kiégés megelőzési csoportunk, és kötelezően vállalt feladataink között szerepel még az egészségügyi dolgozók, illetve a szociális területen dolgozóknak ott kimondottan, konkrétan kiégés megelőző csoportot, illetve önismereti csoportot indítunk. Most két érdekes dologra is felkaptam a fejem, a munkahelyi mozgás. Tulajdonképpen ez miért fontos, és hogy fog kinézni, illetve ez a kiégés megelőzés. Ez micsoda, hogyan kell elképzeljük? Hát akkor kezdem a munkahelyi mozgás programoknál. Általában a munkahelyek arról szólnak, vagy arról szólnak, hogy valaki folyamatosan leföl, megy létrán, lépcsőn, akárhol, vagy pedig arról szól, hogy reggel 8-kor beül a helyére, délben esetleg van ideje felkelni, ebédelni, és délután még 4 óráig, 4:30-ig ül, aztán felül egy bármilyen mozgás eszközre, amivel hazajut, elviszi a gyerekeket ülve. Nagyon kevés a mozgás az emberek életében. Tehát ha valaki kiszámolja saját magának azt, hogy napi hány percet mozog, akkor elkeseredve látja, hogy a napnak hány százaléka. Mert otthon már mire leül a család, esetleg beszélgetnek, esetleg egy tévé, és bezuhan mindenki az ágyba. Tehát mozgásra, ha csak nem nagyon célirányosan szakít valaki időt, ezért érdemes a munkahelynél egy kicsit megmozgatni. Tehát mire valakinek 2-3 órai íróasztali munka után fáj a háta, fáj a dereka, fáj a karja, erre vannak speciálisan olyan programok, illetve gyógytornászok segítségével olyan lehetőség nyílik, amikor egy negyed órás, 20 perces mozgással át tudja valaki mozgatni annyira a felső testét, hogy utána felfrissülve tovább tudja folytatni a munkát. Az egyik, a kiégés megelőzés. Általában az emberekkel foglalkozó területeken, tehát az egészségügyben, a szociális szférában, a pedagógusoknál, őket az előbb kihagytam a felsorolásból, nagyon gyakran előfordul ez a burnout szindróma, ami megnehezíti a munkát eleinte, aztán nagyon komoly testi tüneteket okoz. Ennek a megelőzésére készülünk szintén hat alkalmas csoportokkal, amikor a pszichológus kollégák segítségével ez egy ilyen önismeret és egy védekező technikák, tehát ez egyéni védekező technikáknak a megtanításával működik.
miként lehet eljutni ide az irodába, mettől meddig, hogyan, miként várják a székesfehérváriakat? Az irodánk nyitvatartása az 8-tól délután 4-ig, de az összes városi egészségprogramon megjelenünk, tehát ott is lehet a kollégáinktól érdeklődni, illetve a Fehérvár honlapon és a most készülő, szerintem a napokban megjelenő Facebook oldalunkon is fent lesz az összes futó programunk, azon mindegyiken az aktuális telefonszámmal, tehát mindenhol úgy lehet bejelentkezni, ami a plakátokon, illetve az egyéb hírcsatornákon megjelenő telefonszámokon, mert a pszichológiai vonalat természetesen a pszichológus kollégák adnak tanácsot és a jelentkezéssel kapcsolatos információkat, az egyéb területeken pedig a többi kollégám veszi a jelentkezéseket. Az egészségfejlesztési iroda munkája illeszkedik a város egészségfejlesztési tervébe, ami 2011-ben indult el. A 90 millió forint összértékű projektben 5 munkatárs működik közre, hogy az egészségmegőrző tevékenységek egyre több család életében helyet kaphassanak. A város is vállalta azt, hogy a különböző időszakokban, a fenntartási időszakon belül az egyéb fenntartói munkákat, majd később a foglalkoztatásból fakadó feladatokat, finanszírozási feladatokat azt el fogja látni és el fogja végezni. De ez az adminisztrációs része, a lényeg mégiscsak az, amit itt a szakemberek munkaként el fognak végezni. Még egyszer annak érdekében, hogyha szabad így fogalmazni, még trendibb legyen az egészséggel való törődés, a prevenció, a megelőzés, a mozgás, a sport, az egészséges életmód, illetve az egészséges táplálkozás kérdése, ezeknek a fontosságára hívjuk fel a figyelmet ennek az irodának a segítségével. És ugye statisztikák azt mutatják, hogy Székesfehérváron trendi az egészség, hiszen az országos szinthez képest nagyon jó helyen vagyunk ennek tekintetében. A városnak kiemelt célja egyébként az egészségfejlesztés, egészségmegőrz? Igen, hosszú évekkel ezelőtt elfogadott a város egy olyan egészségfejlesztési tervet, ami kifejezetten olyan elemeket tartalmazott, amelyek ezt a területet hangsúlyossá tették. Bekapcsolódtunk egyébként az Egészséges Városok programon keretében magyarországi hálózatba és a nemzetközi hálózatba egyaránt. Azt gondolom, hogy ez is fontos, hiszen jó gyakorlatokat tudunk átadni, és ha ilyet látunk, már pedig nyilván mindig lehet tanulni, akkor azt pedig átvenni. És ennek a programnak a végrehajtása során alakultak ki azok a ma már szinte hagyományosnak nevezhető rendezvények, például a szűrőprogramok, amelyek ennek mindenképpen szerves részei. Itt fontos elmondani, hogy köszönettel tartozunk azoknak a szakembereknek, akik ezekben a programokban részt vesznek, és a saját szakértelmükkel járulnak hozzá, hogy ezeket a programokat tartalommal lehetett megtölteni. Ugye tudjuk, hogy nagyon szakember igényes terület az egészségügy, emellett tudjuk, hogy az eszközpark igénye is jelentős, és tudjuk, hogy az infrastruktúrája is jelentős. Ezt kell mindegyik elemét megerősítve összehangolni ahhoz, hogy ezen a területen sikeresek legyünk. De én a legfontosabbnak a szemléletmódban történő változást tartom. Különösen, hogy a most felnövekvő fiatal nemzedékeknek legyen már az életük szerves része és teljes természetes része, hogy a saját egészségükkel foglalkoznak, hogy bizonyos megelőzésekkel foglalkoznak, hogy elmennek a szűrőprogramokra, amikor is, amilyen időszakonként arra szükség van, hogy saját mozgásukkal foglalkoznak, sportolnak, azt egészséges keretek között minél változatosabban teszik meg, minél többet vannak a szabad levegőn, adott esetben egy ilyen csodálatos októberi őszi időjárást kihasználni. És azt gondolom, hogy ez a gondolatváltozás, szemléletváltozás eredményezhet majd az egészségügyi mutatókban is egy jelentős változást a következő években, évtizedekben. Van-e terv valamiféle fejlesztésre még, vagy a programok, rendezvények kibővítésére esetleg? A fejlesztések az infrastruktúra tekintetében folyamatosak, hiszen ugye elfogadott programja van a városnak arra vonatkozóan az összes olyan rendelőintézetet, ahol erre még eddig nem volt alkalom, nem volt lehetőség, felújítsunk. Részben Európai Uniós forrásból, részben pedig az önkormányzat saját forrásaiból valósítja meg ezeket a rendelőfelújításokat. Mondjuk a Köfém rendelő, amelyik ugye ennek most egy viszonylag új példája, de elkezdődött több rendelő felújítása, illetve annak az előkészítése is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos természetesen a Modern Városok program keretében ugye a kórházfejlesztés, az új belgyógyászati tömb, ahol ugye most már a kiviteli tervek fognak lassan elkészülni, és ami szerintem szintén fontos, hogy valóban a rendezvények, programok tekintetében is lépjünk előre, hiszen annak idején elindultunk egy nagy szűrőprogrammal, aztán kiderült, hogy igény van városrészenként is szűrőprogramokra, és hát vannak még a városnak olyan területei, ahol ezt ki lehet egészíteni. Egyébként, ahol létrejön valamilyen közösségi tér, mondjuk most például Szárazréten, Fekete
Fekete-hegyen. Ott egyébként megjelent rögtön a szűrőprogram is, tehát nem csak kulturális közösségi térként működik, hanem egyfajta egészség megőrző térként is. És előbb itt doktor úrtól hallottam egy nagyon pásztor doktor úrtól egy nagyon érdekes adatot. Ugye szoktunk vitatkozni, beszélgetni arról, hogy mennyien is élnek a városban pontosan. És ugye mindig ezt a 97-98 ezer állandó lakost mondjuk, miközben elmondta, hogy csak a felnőttek által a háziorvosoknál tartott kártyák száma 110 ezer. És ebbe a gyermekek egy része még bele sem tartozik. Tehát látszik, hogy jóval többen élnek itt, mint 100 ezer fő, és az ő egészség megőrzésükről a szűrőprogramokon keresztül úgy tudunk segíteni, gondoskodni, hogy közben ezzel az ellátórendszert is tehermentesítjük. Az egyénnek jó, mert jóval kevesebbet kell adott esetben sorba állni, vagy időpontra várni, de azt gondolom, hogy jó az ellátórendszernek is, mert nem csak a különböző egészségügyi intézményekben, háziorvosi rendelő intézetekben sorakoznak az emberek bizonyos vizsgálatok elvégzésére, hanem egy ilyen térségi vagy nagy várost egészét érintő programban, szűrőprogramban nagyon-nagyon sok alapvizsgálatot el lehet végezni. Mi a cél egyébként? Mondhatja-e valaha azt a városvezetés, hogy akkor egy picit hátradőlhet ebben a tekintetben? Én szerintem nem, hiszen az egészség az egy olyan kérdés, amivel folyamatosan kell foglalkozni. A tudományos eredmények is, valljuk be, hogy folyamatosan gyarapodnak, néha úgy érezzük nem szakemberként, hogy változnak is, és ami tegnap egészségtelen volt, az mintha ma már egészséges lenne, vagy éppen fontos. Fordítva, a gasztronómiában, az étkezésbe azt gondolom, hogy ez különösen tetten érhető. De egyébként is szerintem az emberek szemléletét mindig lehet formálni, és ugye azt szokták mondani, hogy egy ember szervezete a születés pillanatában jóval hosszabb életre van egyébként determinálva, mind amit egyébként akár a ma embere a modern korban is végigélhet, tehát még azt gondolom, hogy nagyon sokáig van mit ezen fejleszteni, de hát az egészség is valahol a fejben dől el, úgyhogy azt gondolom, hogy a gondolkodás, szemléletmód az kifejezetten egy fontos alapkérdés, és azt hiszem, hogy ez az iroda, és különösen azok a szakemberek, akik itt dolgoznak, ebben kulcs szerepet fognak vállalni. Városrészi szűrőnapok, mozgásos programok igyekeznek megőrizni a Székesfehérváron élők egészségét. A város egészségügyi és sporttanácsnoka szerint most már ennek pozitív eredményei is vannak. 2011-ben kezdtük az egészségfejlesztési programot, apró lépésekkel haladtunk, és azt hiszem, hogy mára már egy nemzetközi szervezetnek is a tagjai lehettünk, egy ilyen elismerésben is részesültünk, és ami a legfontosabb, hogy a városlakók is megszokták és megszerették ezeket a programokat. Ezért volt nagyon jó lehetőség, hogy erre a pályázatra ezeknek a tapasztalatnak a birtokában tudtunk pályázni, és ehhez most így egy iroda és munkaerő szempontból is anyagi segítséget kapunk a pályázaton keresztül, és ezzel tudjuk bővíteni a programjainkat. Beszéljünk egy kicsit a város egészségfejlesztési tervéről. Tulajdonképpen miért volt fontos elindítani, illetve milyen programokat köszönhetünk ennek? Semmit nem érdemes azt hiszem úgy csinálni, hogy nincsenek terveink, nem tudjuk, hogy melyik programot miért hajtjuk végre. Az egészségfejlesztés az először is egy állapotfelméréssel kezdődött. Felmértük a város lakosságát egészségi szempontból arra, hogy mire lenne igényük, tehát hogy ez egy szakmailag és a lakosság elvárásainak is megfelelő program legyen, amit folyamatosan bővítettünk, és már minden városrész eljutunk, és remélem, hogy mindenkiben lassan az egészségtudatosság fog működni Székesfehérváron. Milyen eredményeket mutathat fel tulajdonképpen ez a program? Vannak-e statisztikai eredmények már? Az egészségfejlesztés az nem az ideges emberek sportja, hiszen ezt tudni kell, hogy a megelőző munka, a prevenció, az egészséges életmód alkalmazása azért az hosszú távon hozza meg az eredményeket. De azt kell mondani, hogy ha egy mondatban szeretném összefoglalni, hogy Székesfehérvár lakosainak egészségi helyzete jobb, mint az országos átlag a hasonló jellegű nagyvárosokban. Az egészségfejlesztési iroda hétköznap 8-tól délután 4-ig várja a székesfehérváriakat. Az iroda programjaival kapcsolatban lehet érdeklődni az összes városi egészségrendezvényen, illetve a székesfehérvár.hu weboldalon is megtalálhatók az aktuális rendezvények. Ezen kívül a napokban elindul az egészségfejlesztési iroda Facebook oldala, ahol minden információt megtalálhatnak majd az érdeklődők.